munkahelyed. Megyünk dolgozni. Viszem ezt a maflát is. Ezt a maflát viszem. Jó, bazd meg. Egy-két dologra befogható. Nem sok mindenre tudom használni. Mire nem? Mondjad. Mire nem? Hát, arra már nem vagy jó. Persze, a bucsár bárgya, mi? Fordulok az egyik kedves kis utamra. Itt, ha lennék millionár, ami nem vagyok, itt vennék magamnak egy szép nagy telket házzal, egy kis szűk utcácska. Szépen megyünk lefele, és jobbról, balról. Nagyon szép, és ezt a házit nem tudom, a kilátása van ennek, brutál. Ennél építették. És itt vannak ilyen öreg, bejár, nagy, kapus, kőfalas bejárató házak oda bent a sűrűbe. Irigy vagyok, megmondom őszintén. Na nézzünk meg egyet. Ne nagyon zugolj el az engem. Útépítés! Na tessék, ilyen helyre akarsz költözni, ahol még az utat is épít. Nézd meg a fák, milyen gyönyörűek. Na, ez itt a tipikus Derbyshire, vagy Derbyshire. Itt megyünk le, sure. Bukkanó lefele, beszűkül. A kedvenc, amikor a kukás autó jön szembe, akkor megáll az élet. Jó kis meredek kanyar, nagy lejtéssel. Menekülni sehova. Kamer egy csomó rezgést kivesz, de az ilyen nagyfékezéseket nem biztos. Jó, itt egy gyönyörű szép duzzasztott tó vitorlásokkal. Itt könnyen fölvenni téged egy ilyet. Itt is nem, én nem vagyok rally sofőr. Azt mondom, hogy azt könnyen fölvenni. Itt jön egy nagyon szép házikó, erre is irigy vagyok. Gyár, itt ez olyan szép, csendes helyen lakító. Ez itt annyira mindig gyönyörű, szép ez a növényfal itt. Nézzük inkább az utat. Nézzük inkább az utat, igen. Na, és most itt bekanyarodunk a mélybe, hogy aztán fölmenjünk ott a szembe lévő dombra. Most megyünk Metlopátba. Ez egy szűk völgy, és a jobb oldalra van egy hatalmas nagy hegy, ahol a lanovkák visznek föl, és kettő régi bánya is van benne, amit most már látványosságként lehet befizetni rá, és mint barlangot mutogatják. Jobb vagyok. És viszont a kilátás a tetejére gyönyörű szép. De most oda nem megyünk föl. Sajnos oda nem megyünk föl. Nyitva vannak. Próbáltuk ki egyszer, hogy kezdődik Matlock Bath. Ebben a Midlands nevű kocsmában már egyszer ittunk egy sört, amikor gyalog indultunk föl a hegyre. Na, ez egy ilyen kicsit csipvásáros hely. Itt van egy szép park, úgy hívják, hogy a szerelmesek parkja, nagyon romantikus séta van benne, padokkal, kis hidacskák már a folyónál. Vannak a világító csónakok. Igen. És ez itt a Fish and Chips Paradise. Megfagy. Mini Fish and Chips. Hol vannak az utalok? Costar Fish and Chips. Itt vannak a motorosok. Igen, hát ez még épp, hogy csak megérkezett egy pár. Riverside Fish and Chips. Charlie Fish and Chips. Ez a kész. Fish and Chips. Vagy ez itt ment a pár. Jó, én még gondolom.
csatorna hajó kirándulások vannak. Hát szóval oda is el kéne mennünk. Itt lakunk a közepén a gyönyörű szép helyeknek. És meg se nézzük. Itt meg egy, gondolom ez szintén valami malom lehetett régen, azt átalakították shopping centernek. Aztán tönkre ment, vagy én nem tudom, mert most épp romokban áll és üres. Egy gyönyörű szép. Ez is olyan impozáns szálló lehetne. Üres. Megdöbbentően sok ilyen van Angliában amúgy, tehát miért azt jelenti bárki, hogy itt minden csili-bili, nem. Itt is nagyon sok minden eltűnt, tönkrement a modern világgal, mert ugye itt van Bromford. Tegnap találkoztam a Claycross-i saját parkunknál kettő emberrel a tó mellett, és voltak kiskacsák a vízben, és csak annyit mondtam nekik, hogy so cute, ugye az azt jelenti, hogy nagyon cukik. Már meg is kérdezték, hogy milyen akcentusom van. Tehát ezt a két szót, hogy so cute, nem tudom úgy mondani, mint az angol. Még akkor sem próbálok nyávogni rá, mert én nem tudom. Azonnal lebukom, hogy nem vagyok angol. Tehát. Ez a kisebbik probléma, de most már magyar is megkérdezi, hogy milyen akcentussal beszéled a magyar. Nem, azért vagyok autofágián, mert félek, hogy demenciám lesz. Úgy olyan feledékeny vagyok, úgy felejtek mindent, hogy muszáj. Magyarul is. De azt mondják, mások is felejtenek magyarul, nem csak én. Meg össze-vissza veszik. Össze-vissza, persze. Ez nem csak magyar, nem csak angolul, az meg természetes, hogy nem tudok jól angolul, vagy tökéletesen. De magyar, kicsit beszél magyar is. Ezen igen már. Itt most elmegyünk jobbra. A Carsingtonhoz megyünk. Micsoda, mik ezek, kik ezek? Fölélettet a őrültek. Hát ez a motoros és a autós közötti kategória. Autónak még nem nevezhető, meg a motornak sem. Midleton nevű kis falucska. Ide is nagyon ritkán jövök takarítani egy kotticsot. Nem szeretem kotics. Annyira kutya buzik, hogy külön van egy tabló a fadon, ahol a tulajdonos kérje a vendégeket, hogy küldjenek neki fényképeket arról, hogy a kutyák mennyire élvezték a holidayt a házukba. Ekkorát szartak az utóra. Igen, minden csupa kutyaször. Nem szeretem kotics. Ne zavarj, mert vezetnem kell. Azok már indulnak. Jaj, nem jó, én nem akarok benne lenni kamerába. Cicosan. Nem vagy benne. De hogy nem. Csak a kamera előtt vagy. Zsad! Ja! Ide jövünk ebbe a Hopton nevű falucskába. Remélem a vendég már elment. 10 óra kicsekkolás, van 7 perce. Éjjében nem mentem volna. Most kell hét föl. Hát az nagy baj. Akkor elmegyünk előbb a White House-ba. Ó, a náci szokták. Kettőt is szerelsz. Kettőt is, igen. Ó, az meg ezt miért nem mondtad? Az azért jössz, mert kettő egyet kéne, nem kéne itt legyél. Nem baj, lemegyünk, sietünk. Megsürgetjük őket. Nem baj, legalább lehet, hogy menni kell. Let's go! Egy kotics kitud, letudva, elviszük a kerítést. Meg egy egér. Szegény kis egér. Vissza mindjárt, és van ugyanaz csak. Itt meg fordul. Megyek, mondj, már fél úton vagyok, elvissza visz. A bicikliseknek kellett volna elforduljak valamelyre. A biciklisekre rá kellett volna. Nem is, de jobbra kellett volna menjek, ők balról voltak. Itt visz vissza. Hát igen.
bárhol el tudok. GPS-szel is. Ebben jó vagyok. Van egy angol ismerősünk, aki teljesen fejlődés ellenes. Mindent internetet is addig használja, amíg muszáj, és mondja, hogy miért használok egy GPS, csak elbutít. Mondtam, hogy nem ismer engem, hogy milyen egyszerűen eltévedek a saját utcámban is. Na, itt lesz a kanyarok után. Mi lesz itt a kanyarok után? Piros telefon fogja. Sem nem fut képből, beszél már senki. Nem, de cuki néznek ott van. És mi van bele berendezve? Csak aranyos. Busz megálló. Szép, defibrillátor. Yeah.
voltam 3 évet. Nem titok, mosogató voltam. Tönkre ment a bizniszünk, és valahogy hitel kellett dolgozni. Hát, húzós volt, de megérte. Sokat tanultam. Tulajdonképpen sokat tanultam ott is. Emberekről, angol emberekről, mindenről. Jó volt. Elég volt. Na és itt megyünk föl. Ez már azért kezd gyönyörülni. Egy Krajcs nevű faluba, ahol van egy hatalmas nagy erdő. Hát olyan, mint egy bőjezite, persze nem az egy kilátó. Az, a hatalmas cicéi vannak. Már keresi, hogy mit hozhat nekem eldobni. Azt keresi piszkosul. Jaj, találjunk valamit gyorsan. Nincs meg semmi. Cuki, nagyon cuki. Na. Hát, ha ott talál valamit. Jaj. Nem lesz meg az a labda. Nagyon cuki. Na jó van, majd talál egyet, akkor újra videózzuk. Hát szia! Na hol van? Hol a labda? Hol van? Na mi van? Na mi van, eldobjam? Hát meghoztad nekem a labdát? Jól van, hát megtaláltad, jól van. Hopp! Jaj, bocsánat, nem kameráztam jól. Hát szia, hát meghoztad, jól van. Na, tedd le szépen, ott beszélsz, ha magyarul. Ó,
Hát ezt játsszuk állandóan a helyet, hogy dolgoznék. Jól van, na, eldobom még egyszer, de mennem kell dolgozni. Jól van. Na, megyek. Ilyenkor azt szokta, hogy követ engem a házig, mindig leteszi a labdát elém, hátha egyszer csak mégis eldobom. Na majd most egy utolsó. Hello, Stacy. Stacy? Stacy, nem kukázunk. Na jó van. Yeah. Oh, tequila! Tequila, hello. Oh, hello. You know, they are absolutely different. They need to touch yeah. a bit. They are, I don't know, sometimes. She don't interest me. Sharon always looking for the bus. So they are yeah. three different yeah, they're very habit. Different. Hello. Oh, jó. Oké. Okay. És végre. Itt vannak a bocikák. Itt legelik a zöld füvet. És ebből lesz a grass feeding. Vaj, meg tej. Na jól van. Sziasztok, bocikák. Ők adják nekem a tejet. Aranyosak nagyon. Úgy értem, a pasztorizálás nélkül itt, amit én veszek. Ha-ha, nem a bolt itt. Itt vannak a tyúkok, a kecske, és az indiai futó kacsák. Tőlük van már kettő tojásom. Szia, kecske! Jól van, hát szia! Szia, jól van. Nincs kajám neked, nincsen. Jól van, cuki vagy. Szia! Aranyos. Tyúkok, ők adják nekem a tojást. Meg is kaptam már a 12 darabomat. Kagyák! Ide jött az összes tyúk. Szerintem várnak valamit tőlem, de hát sajnálom. Na most itt a tyúkok be vannak zárva, de nagyon sokszor látom őket, hogy itt futkosnak össze-vissza a ház körül, tehát ki vannak engedve, és aranyosak. Na jól van. Köszönöm, tyúkocskák, a sok finom tojást. Na, megyek dolgozni. Azt mondják különben, hogy a futókacsa, ez az indiai futókacsa, ez remekül alkalmazható a mesztelen csigák összeszedésére a kertbe. És ez egy biznisz állítólag, már az emberek kölcsön adják kertészetekbe meg mindenkinek. Hát ki tudja. Just say something from my Hungarian friends, please. Hello. Hello, Hungarian hello, friends. Hungary. You are in... Okay. Okay. I'm not very good on the camera. Hello. Hello, Hungary. Okay. Thank you, Mark. Hi, Paige. This is Paige, a nice lady. Mark's wife, and they are together make the farms. Okay. Thank you, Paige.